Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának július 5-i adását látják. Kortya Vilmos vagyok. A polgármester hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy Vecsésváros önkormányzata megbízásából az időjárás függvényében várhatóan a július 8-ával kezdődő héten légi kémiai szúnyogírtást végeznek az egész város területén. A munkálatokat olyan készítménnyel végzik, amely sem az emberre, sem a házi állatokra nem ártalmas, de a méhekre nézve veszélyes. Erős szél, eső esetén a kezelést későbbi időpontra halasztják. Július 19-én és 20-án ismét Motorok Fesztivál lesz Vecsésen. A Dobrovic Lovas Farmon két napon át számos zenekar és motoros program szórakoztatja majd a résztvevőket. Pénteken fellép többek között a 15 éves ABCD, a szintén 15 éves Ród és a P-mobil, valamint a Boss. Szombaton a Haragfiai, az Osszián és a Kalapács. A motoros felvonulás 20-án délután 3:30-tól lesz. Semmelweis napot tartottak június 21-én pénteken a szakorvosi rendelőintézetben. Semmelweis Ignác születésének évfordulója alkalmából immáron 21. alkalommal köszöntötték fel az egészségügyi szolgálat munkatársait. Elsőként dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta a szót Szlahó Csaba polgármesternek. Az elmúlt év, a jelen, illetve a jövő fejlesztését nézzük Vecsésen, akkor talán találó az a jelmondatunk, hogy sportos és egészséges várost szeretnénk, és ma ugye az egészségügyben dolgozókat ünnepeljük. Benneteket, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy a betegek megfelelő ellátásban részesüljenek, és itt Vecsésen nagyon sok beteg van. Mármint nagyon sokan jönnek ide. Úgy értsétek. Tehát nagyon nagy a forgalma a szakorvosi rendelőintézetnek, és sokszor magyarázom a környékbeli kollégáknak, polgármestereknek, hogy nehogy azt higgyétek, hogy a nagy öröm, hogy ti mindenkit ide küldtök hozzánk, mert a vecsések meg ülhetik a sor. Természetesen nincs baj egyetlen egy beteggel sem, mert azért van ez a szép szakorvosi rendelőnk, sok-sok szakrendeléssel és igen jó gárdával, hogy ellássa az embereket, segítsen rajtuk. De azért mindennek van fizikai teljesítőképessége, illetve van ennek határa, és hát mi is, én néha úgy érzem, hogy ott vagyunk, és ti is ott vagytok. Elsősorban tehát szeretném megköszönni a munkátokat, amely nagyon sok empátiát és sok türelmet igényel, mert a beteg ember türelmetlen ember. És hát amit mi a város vezetése értetek tehetünk, az egyrészt ugye, hogy próbáljuk a munkakörülményeket megfelelővé tenni és ezt biztosítani, másrészt pedig lehetőségünk nyílott arra, hogy egy évben kétszer is valami jutalomkeretet. Nem mondom, hogy ez nem lehet elkölteni aránylag gyorsan, de legalább a gondolatiság szintjén itt vagyunk. Tehát nyáron és ősszel azért biztosítunk egy olyan keretet a vezetőnek, amely talán szimbolikusan is, de kioszható nektek. Másrészt pedig ebben az évben bevezettük az ügyet Vecséspótlékot, amely az egész városra nézve azokat az ágazatokat és azokat a dolgozókat érintette, akik az állami bérrendezésből kimaradnak. Tudjuk mindannyian, hogy az egészség is ide tartozik. Ez a városnak éves szinten nagyjából 55 millió forintjába kerül. Egy-egy főre lebontva ez nagyjából nettó 120 ezer forint. De azt gondolom, hogy legalább ezzel is ott vagyunk mellettetek, és ezzel is próbáljuk elismerni azt, amit tesztek a város lakosságáért. Én köszönöm mindenkinek a munkáját, és az elkövetkezendő nyárra, akinek még van szabadsága, azt kívánom, hogy pihenje ki magát, érezze jól magát, és legyen jó egészséget. A polgármestert követően a Szociális Bizottság elnöke, Saska Istváné mondott beszédet. Ennyi egészségügyi dolgozóval körülvéve biztonságban érezhetjük magunkat. Az orvosokba, nővérekbe van kapaszkodási lehetőség. Születésünk pillanatában mellettünk van a szülésznő, régen a bába, majd később a védőnő, orvos. Idősebb korban, mikor már törékenyek vagyunk, vannak védelmezőink, mely nem könnyű feladat. Vecsésváros vezetése tisztában van a nehézségekkel, minden erővel azonban, hogy Vecsés ne csak élhető város, hanem egészséges város is legyen. Ez közös feladat, mindenkire, a lakosságra is számítunk, és ez alatt a szűrések fontosságát. Boldogságunk legfőbb záloga az egészség,
ha egészség van, akkor minden probléma megoldására van esély. Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. Ezen mondat idézése nélkül Semmelweis Ignác emléknapján hülyebb nem hangozhatna el. Dr. Szarvas Tibor az előző év főeseményeiről tájékoztatta az ünnepelteket. 2018-ban lehetőség nyílt az Egészséges Budapest programban való részvételünkre. A pályázatunkat elfogadta az irányítóhatóság, így megvalósulhat az elavult, leamortizálódott készülékek cseréje mellett új diagnosztikus eljárások, mammográfia, osztaldenzitometra indítása is. A pályázat 2019-es első ütemének közbeszerzési kiírása folyamatban van. És a legfontosabb, amiről már elnök asszony is beszélt, megvalósítás útjára lépett a Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ, ami két gépkocsis mentőállomásból, 5 felnőtt, 2 gyerekházorvosi rendelőből, védőnői szolgálatból, 24 órás ügyeleti helyiségekből, szakorvosi rendelőkből és irattárból áll. Az épület már gyakorlatilag elkészült, a bútorozás van folyamatban, a használatba vételi eljárás megkezdődött. Várhatóan nyár végére megkapjuk az összes engedélyt, így első ütemben beköltöznek az ideiglenes helyen rendelő házi és gyermekorvosok, valamint a védőnői szolgálat. Az 5. felnőtt háziorvosi praxis kialakítása is folyamatban van. Az OMSZ-szal való szerződés is rövid időn belül reményeink szerint megkötetik, így egy 2 gépkocsis, egy eset és egy mentőgépjárműből álló önálló mentőállomás is megkezdheti működését. Az épület előtt tervezés és kivetelezés alatt áll egy szoborból és szökőkútból álló kompozíció, mely Szórádi Zsigmond alkotása. A Semmelweis nap ezután Slanger András színész rendező előadásával folytatódott, aki szokásához híven egy novellát hozott az ünnepelteknek. Moldova György, gráf, a részeges jobbhalf. 1962 nyarán már a vak is látta, hogy Steinitz, a legendás Steinitz, Jascsák, Pothola fedezett sor utolsó tagja is kiöregedett. Mérkőzés közben kis sámlit hordott magával, és a fejelésnél arra állt fel, műfogsora folyton elgurult, és negyed órákig kereste a fűben. Ezentúl a szokásos szerdai mérkőzéseinken különös figyelemmel kísértük az ellenfél fedezeteinek játékát, hát ha megtaláljuk köztük Steinitz utódját. Egy különösen meleg augusztusi napon a Spartacus vörös kefét, a kefekötő szövetkezett csapatát hívtuk meg. 21 játékos vonult ki a pályára, már azt hittük, hogy az ellenfél 10 emberre áll fel, amikor a játékos király kiáróban megjelent egy vékony, szőke fiú. Hát már az 5-ös szám jelezte, hogy a jobb fedezett posztját tölti be, de ezen kívül alig emlékeztetett futballistára. Egyik lábán rövid nejlonzoknit viselt és kalucsnit, a másikon meg vastag hegymászó harisnyát és papucsot, de még eddig is jobban megdöbbentett, hogy egy literes üvegben Hubertus likört hozott magával. Az üveget az öntözőcsatorna vízzel telt vaskalitjába tette, nehogy a tűző napon átmelegedjen, utána felemelt karral játékra jelentkezett. Az edzője rákiabált: gráf, maga megint részeg! A jobb half derűsen bólintott, és beállt a helyére. Ezen a délutánon csodát láttunk. Maguknak nem kell magyaráznom, mekkora fedezett volt Steinitz fénykorában, de ennek a szőke fiúnak a lábszár védőjét se kötette volna meg. Átcselezte magát a védelmünkön, a gólvonalon megállt, hornolokára kézzel kereste, hogy hol van valaki, akit még átjátszhat, aztán méla undorral bepöccintette a labdát a hálóba. Egy-egy sikeres akciója után Gráf azzal jutalmazta magát, hogy odament az öntöző csatornához, és egy nagyot húzott a Hubertusból. De ez a játékán nem látszott meg. Sőt, cselei a sűrű csuklásoktól csak még kiismerhetetlenebbé váltak. Gráf nagy taps közepette és üres üveggel vonult le a pályáról. Snahó Csaba polgármester, Saska Istvánék képviselő és dr. Szarvas Tibor ezután átadta az egészségügyben dolgozók helyi kitüntetéseit. Elismerő oklevél kitüntetés adományozható azon személyeknek, akik közalkalmazotti, köztisztviselői vagy egyéb jogviszonyban legalább 30 évet tevékenykedtek a város intézményeiben, bármely tevékenységi területen, és magas színvonalú munkásságukkal hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez.
Idén ezt a kitüntetést az egészségügyben ketten kapták meg, Szűcs Kulcsár Jánosné, valamint dr. Essek Ferenc. Ezt követően dr. Szarvas Tibor megköszönte dr. Csorba Lászlónak a jutalmakhoz való hozzájárulását. Az igazgató főorvos tevékenységéhez és további 5 évre való megbizatásához pedig Szlahu Csaba polgármester gratulált. Folytatjuk Ciklus értékelés című rovatunkat, melyben a képviselő testület tagjai elemzik az elmúlt 4,5 évet. Ezúttal Früvirtné Halász Melinda összegzése következik. Mondhatom, hogy rengeteget dolgoztunk ez idő alatt. Én azt gondolom, hogy egyenes derékkal állhatok az itt lakó választópolgárok elé, mert nagyon-nagyon sok minden történt a körzetemben. Én ezt megpróbáltam összeszedni az elmúlt 5 év történéseit, egy picit összefoglalni. Amik beruházások történtek 2017-ben, tudtuk aszfaltozni a Gizella és a Valéria utcákat, ezután a Kisepres szervizútját is még ebben az évben sikerült, illetve az Ágoston utcát, ami már Marta aszfalttal volt ellátva, ezt is sikerült leaszfaltoznunk. 2018-ban kezdtük el a Mátyás utcát, ami ugye egy hosszabb utca, ennek egy szakaszát tudtuk aszfaltozni, illetve Marta aszfalttal láttuk el a megmaradó területet, valamint az Üllői utcának azt a szakaszát, ami még szintén földes volt, Marta aszfalttal láttuk el, majd az idén már sikerült befejeznünk a Mátyás utcának az aszfaltozását teljes hosszában. Útfelújítás is történt a körzetemben, ez pedig a Város utca felújítása volt, ami 2016 nyarán valósult meg pályázati és önkormányzati forrásból. Erre az utcára már nagyon ráfért a felújítás, hiszen ezen az utcán keresztül közelítik meg nagyon sok másik utcát a Krakóban lakók, és már nagyon-nagyon rossz állapotban volt az út. Járdaépítések is történtek. A főúton az Anna utcától a Kálmán utcáig tartó szakaszt tudtuk megépíteni, illetve az Ecseri utcának azt a szakaszát, ami a temetőhöz vezet. 2015-16-ban sikerült felújítanunk a rendőrség épületét, és 2016 áprilisában kezdtük meg a főúton található főút 49-es számú épület, amit Cifra csárdának is ismerünk. Ez Vecsés legrégebbi épülete. Ennek a felújítását 2016 áprilisában tudtuk elkezdeni. Ez az épület ugye elég hányatott sorsú volt, nagyon sok mindenre használták, volt iskola, volt templom, most rengeteg egyesület használja, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat is itt tartja az üléseit, illetve a cserkész csapat és a Német Nemzetiségi Könyvtár is itt található, valamint családi, baráti összejövetelekre is igénybe szokták venni ezt az épületet. 2016 áprilisában egy tetőcserével kezdtük ezt a rekonstrukciót, mivel már beázott az épület, tehát az elsődleges feladat az volt, hogy megszüntessük ezt a beázást, majd 2017-ben sikerült a falakat szigetelnünk alulról, hogy ne szívják a nedvességet a talajból, és ezután 2018-ban kezdődött meg a teljes belső rekonstrukció, ami teljes festést foglalt magában, illetve az elektromos rendszer felújítását, valamint volt még 2 olyan terem, ami nagyon leromlott állapotú linoleummal volt még burkolva, ezt kicseréltük kőburkolatra, és ezután a külső felújítás, a teljes külső homlokzat megújult, illetve egy kis kerítésrészt építettünk, amivel lezártuk a hátsó udvarrészt, és egy nagyon szép díszkivilágítást is kapott az épület. Most már csak apróbb felújítások vannak hátra, ezek remélem, hogy idén tavasszal befejeződnek, és akkor az épület környezetét is teljesen rendbe tudjuk tenni. 2016 novemberében épült egy új rekordtámpálya a Kisepres területére, az ott található műfüves pálya mellé. Ezt a pályát a lakosság teljesen ingyenesen bármikor igénybe veheti. Majd a pálya, a két pálya köré sikerült egy futókört is telepítenünk. Én ezeket a beruházásokat azért is tartom nagyon fontosnak, mert a közelben található ugye a Grassalkovics általános iskola, ahol a tanuló létszám már nagyon megemelkedett, és mivel bevezették a mindennapos testnevelés kötelezettségét, minden osztálynak minden nap kell testnevelés órát tartanunk, és ugye egy tornaterme van az iskolának, tehát a jó idő beálltával ezeket a pályákat a gyerekek is igénybe tudják venni. Arról nem is beszélve, hogy nem mindegy, hogy hogyan jutnak át a Grassalkovics iskolából a Kisepresbe, itt is történt változása a gyalogos átkelőnél. Igen, hát ez volt a legelső feladatom, amikor képviselő lettem, már akkor rögtön ősszel elkezdtük itt felmérni a helyzetet, a forgalmi rendet, több napot töltöttem itt reggelenként azzal, hogy figyeltem a forgalmi helyzetet.
És ugye az első elképzelésünk az volt, hogy azt kell megoldanunk, hogy az a néhány szülő, a néhány gyermekkel átkelhessen biztonságosan a főúton, akik az óvodába és az iskolába is visznek gyermekeket. De ahogy itt figyeltük a forgalmat, rájöttünk, hogy itt nem csak ez a probléma, hanem az is, hogy nagyon pici az iskola parkolója, és ugye mindenki autóval közlekedik, nem tudnak behajtani a parkolóba, feltorlódik a forgalom a főúton, 3-4 sávossá válik a közlekedés, tehát teljesen kaotikus állapotok vannak. Az iskola előtt is a parkoló baleset veszélyes volt, hiszen autók közlekedtek közben, gyerekek gyalogosan, benzingőzve, tehát ezt úgy gondoltuk, hogy teljesen át kell alakítani itt a forgalmi rendet, és azt a megoldást dolgoztuk ki, hogy mivel szerencsés helyzetben vagyunk, itt van az Epres területe, ahol nagyon-nagyon sok parkolóhely áll rendelkezésre, tehát lámpássá tettük a gyalogátkelő helyet, és így mindenkinek ott az Epresben kell leparkolni, és onnan kényelmesen, biztonságosan meg tudja közelíteni az iskolát, és így az iskola előtti terület úgymond szabaddá vált, itt most már csak a tanárok parkolhatnak, nincsen autós közlekedés, a gyerekek is biztonságosabban tudják így megközelíteni az intézményt. Mi minden történt még az ön területén? 2018. szeptemberében egy új elektromos töltőállomást tudtunk átadni itt a főút 49-es számú épület parkolójában. Itt egyszerre két autó töltésére van lehetőség, ezt pályázati és önkormányzati forrásból tudtuk finanszírozni. Mivel én ugye nem csak a városi önkormányzatban dolgozom képviselőként, hanem a Német Nemzetiségi Önkormányzatban is, én erről a munkámról is szeretnék most beszámolni, mivel ez a két dolog szervesen összekapcsolódik, és azt gondolom, hogy erősíti egymást, és maximálisan csak az előnyeit éreztük ennek mind a két önkormányzat részéről, azt gondolom. 2014 őszén a Német Nemzetiségi Önkormányzat átvette fenntartásba az államtól a Grassalkovics Antal iskolát, általános iskolát, és ez azt jelentette, hogy nagyon sok jó lehetőség és plusz forrás állt ezek után az iskola rendelkezésére, de ez egyben nagyon sok plusz munkát is jelentett mind az iskolavezetés, mind a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai számára, hiszen mind a működtetéssel, mind a fejlesztésekkel kapcsolatos elképzelés nekünk kellett kidolgozni, koordinálni a terveket, a kivitelezéseket, elkészítetni a különböző szakértői véleményeket, tehát ez rengeteg munkát jelentett az elmúlt 4 évben, de én azt gondolom, hogy ezt mindannyian örömmel végezzük, hiszen látjuk az eredményét, és látjuk azt, hogy egyre több gyermek jár ebbe az iskolába, és javulnak a körülmények, és hogy a gyerekek is örömmel jönnek. Nem véletlenül állunk itt a Grassalkovics iskola megújult udvarán, hiszen hatalmas változás és hatalmas fejlődés történt itt is. Igen. Sikerült 2017-ben megvalósítanunk ezt az új udvart, ezt nagyon-nagyon sok előzetes tervezés, egyeztetés, megbeszélés előzte meg, hogy ez úgy alakuljon ki, hogy mindenki számára, az itt dolgozó nevelők számára is, illetve az itt iskolába járó gyerekek számára is nagyon jól használható legyen. Úgyhogy végül kialakult ez a nagyon szép iskolaudvar, amit azt gondolom, hogy szeretnek a gyerekek. Itt egyetlen egy probléma, amit még most meg kell oldanunk, de ezt is orvosolni fogjuk tudni az idén. A gumiburkolatnak a minősége sajnos nem megfelelő, ez anyaghibára vezethető vissza, de a kivitelező már vállalta a garanciális felelősséget, és idén nyáron ki fogja cserélni a teljes színes gumiburkolatot. Nem csak újat építettek, hanem rekonstrukcióra is szükség volt. Igen, a tornaterem teteje már évek óta ázott, ez nagyon nagy problémát okozott, főleg komolyabb esőzésekor fordult ez elő, és a kézilabda szövetség pályázatot hirdetett, amin a városi önkormányzat elindult, és nyertünk is ezen a pályázaton, ebből sikerült egy teljesen új tetőt megvalósítani. Ennek is vannak még garanciális problémái, amiket most tárgyalunk, de teljesen megújult a tornaterem teteje is. Ha a jövőbeni fejlesztésekre gondolunk, akkor meg kell említeni, hogy megvásárolták a Grassalkovics iskola melletti területet is. Igen, Vecsésváros önkormányzata előre gondolkodva, amikor eladó volt ez a telek, megvásárolta ezt a telket, mivel látjuk azt, hogy az iskola létszáma most már elérte a maximumot, 480 fő közelében vagyunk, és hát sajnos minden pici helyet ki kell használnunk, akár egy szertárat, vagy takarító raktárat is a tanításhoz, mert ugye nálunk nagyon sok csoportbontás van a nyelv miatt,
Így szeretnénk egy olyan iskolaszárnyat ide tervezni, építeni, amiben új tantermek kerülnének kialakításra, egy új gazdasszony képzőhelység, egy olyasmi, ahol tudnak együtt sütni, főzni a gyerekek, illetve a gazdasági irodánknak egy tényleg iroda számára tervezett területet szeretnénk itt megvalósítani. A tervezés folyik, megkerestük azt a tervezőt, aki annak idején az iskola tervezésében részt vett, Pocner Ferencet, és ők jelen pillanatban a vázlatterv szinten tartanak ennek az új épületszárnynak a tervezésében. Milyen előkészületben lévő vagy tervezett beruházások vannak a jövőre vonatkozóan? Igen, az Epresben szeretnénk a játszóteret teljesen átépíteni, új játszóeszközöket elhelyezni, új burkolatot kap a játszótér, öntözőrendszert szeretnénk elhelyezni, tehát egy nagyon szép, modern, komplett játszóteret szeretnénk belőle készíteni. Az előzetes tervek szerint erre 2019. augusztusában fog sor kerülni. Ezen kívül szeretnénk a járdaépítéseket folytatni a főúton a Kóptól a József utcáig tartó szakaszt, illetve a Kálmán utcát a főúttól a Jókai utcáig szeretnénk új járdával ellátni. Valamint az Iskola utca és a főút kereszteződésénél található gyalogátkelőhelyet szeretnénk jelzőlámpás gyalogátkelőhelyé átépíteni. Tanúszoda, mikorra várható, hogy elkezdődik a beruházás? Igen, ez egy állami beruházás, várhatóan jövő évben fog megvalósulni, a tervek elkészültek, a telek rendelkezésre áll, ezt ugye az önkormányzat nem tudja befolyásolni igazán ennek a megvalósulását, reményeink szerint legkésőbb jövőre megépül. Belső felújítási munkálatok zajlanak a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Emellett napközis táborozó gyermekeket várnak, és a nyári rendezvényekre, valamint az őszi programokra is készül a ház szervezői. Július egy picikét alkalmat ad arra, illetve hát a nyár, hogy a felújítási munkákkal is elkezdjük, illetve hát végezzünk velük, hogy amikor ősszel újra megindul az élet a házban, akkor mindenki már egy megújult épülettel, illetve tartalommal találkozhasson. És az építési munkák közben azért folynak programok is, sőt, nem is kevés programok. De mielőtt erre rátérnénk, előbb azért részletezzük, hogy milyen felújítási munkálatok zajlanak, egy létrát és festékeket látunk. Igen, hát mert hogy festés lesz, ugye csak azért láthatunk ilyen. Ilyeneket, padlófelújítási munkák, majdnem minden alsó teremben, vagy itt a háznak a földszintjén megtörtént a padlók felújítása, illetve hát a festés majd reméljük, hogy az is el fog készülni, a festéssel is el fognak készülni. Tisztasági festés vagy dizájnváltás? Hát most csak tisztasági festés lesz, gondolkodunk abban is, hogy dizájnváltás, az egy picikét nagyobb léptékű, már vannak arra gondoltok, hogy hogyan lehetne belső építészekkel, interiőrökkel beszélni, ahhoz, hogy egy picikét megújuljon a ház. Gondolkodunk ezen, illetve hát szeretnénk majd egy pályázatot is kiírni erre vonatkozóan. Illetve most egy másik bejárati ajtón lehetett bejönni az épületbe. Miért? Hát mert hogy ajtóváltás is lesz, nem csak dizájnváltás, hanem ajtóváltás is lesz. Nagyon reménykedünk benne, hogy 6 éve működik a ház, és nagyon-nagyon sokan nyitogatják és zárják ezt az ajtót, vagy nyitogatták és zárták ezt az ajtót, úgyhogy egy kicsit tönkrement. Reméljük, hogy ennek a felújítása is szeptemberre elkészül. Ugyanakkor, ha ez a két dolog összefüggésben áll, hogy nagyon sokan nyitogatták az ajtót, akkor ez valahol egy pozitív visszajelzés. Hát igen, tehát hogy egyrészt örülünk annak, hogy elromlott az ajtó, mert hogy ilyen sokan nyitogatták, másrészt hát azért fájdalom, mert hogy azt gondoljuk, hogy egy picikét tovább fogja bírni, de hát reméljük, hogy megújul, és akkor megint csak sokan nyitogathatják és zárhatják. Na akkor térjünk vissza most arra, hogy miért érdemes kinyitni majd a BAK bejárati ajtaját. Mindenképpen, akik már előre gondolkodtak, és gondolkodtak azon, hogy a gyermekük hogyan fogja eltölteni majd a nyarat értelmes, mondjuk tábori programmal, tartalmas és értelmes tábori programmal. Na, ők már jönnek majd hozzánk, most július 9-ét, illetve 30-ától a Mazsola Játszóház akkor indítja mind a két táborát, ezek napközis táborok, a dzsungel témakör köré épül majd ez az egész
tábor. Itt lesznek kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, és természetesen játszóházat is majd fogják használni és belakni az ide látogató gyerekek. Ezek napközi jelleggel lesz ez a tábor, illetve lesz még egy táborunk, ott pedig a színjátszás, az olvasott élmények feldolgozása lesz majd a témakör. Ez majd augusztusban kerül megrendezésre ez a tábor. Nyári szünet van, ahogy említette, de azért lesznek itt táborozók. Vannak-e egyébként a BAK-nak programjai, vagy leginkább előkészületek zajlanak? Hát az előkészületek is zajlanak már őszre, ha még erről beszélhetek egy kicsit, mielőtt a nyári programra térnék. Ugye a színházi programokat már, illetve a koncertprogramokat már most rakjuk össze. Én azt gondolom, hogy ezek is egészen jól állnak. Szeptemberben, ha minden igaz, akkor a játékszínnel fogjuk megkezdeni őszi évadunkat, és hát lesznek koncertjeink is. Ezeket most rakjuk össze, itt lesz talán a Bánfalvi stúdió is, őket már, velük már találkozhatott a nagy érdemű, illetve a Veresed Színház is eljön hozzánk, úgyhogy most már kezdjük és pakoljuk össze ezt az évadot is. De hogy visszatérjünk egy kicsit a nyári programokra is, két ilyen kultúrsok programunk lesz, az egyik július 27-én 18 órától. Ez egy retro parti lesz tulajdonképpen, a Fütte Bistro is retro ételekkel fog készülni, illetve Kovács Áront várjuk majd, ők retro kvíz játékkal készül, illetve nyereményeket is, retro nyereményeket is lehet majd nyerni, és lesz majd egy DJ is, aki régi zenéket fog szolgáltatni, és hogy még egy érdekes legyen a dolognak, lesz egy fotókabin, ami egy ilyen retros őrületben fog kicsúcsosodni, és mindenki természetesen azt a képet, amit lefotózott, az haza is viheti. És a másik programunk pedig augusztus 17-e, hogy a 17-ét csak ezért kevertem az előbb össze, az is 18 órától kezdődik, az pedig egy ilyen magyar táncházas mesés őrület lesz a Görömbő kompániával, illetve még egy meglepetés néptánc együttes is itt lesz, őket még nem tudom, az ő nevüket még nem tudom mondani, de én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon tartalmas program lesz. Határon túli csapatépítő kirándulásról tért haza Balla Péter népdalkör. Útjukon sokan énekeltek és új kapcsolatokat alakítottak ki helyi népdalosokkal. A Balla Péter népdalkör a Bánságban járt idén nyáron. Ez egy Csóri Sándor programból finanszírozott út volt részben. Egy Marosmenti úttal kezdtük, vagyis hát a Marosmentén indultunk el, voltunk Marosihíjén, Déván, aztán szétnéztünk néhány olyan magyar lakta, illetve kevésbé magyar lakta, de magyar történelmi vonatkozású városban, mi Nagyszeben, Gyulafehérvár, Temesvár, Nagyszent Miklós, Bartók Béla szülőhelyén, és egyébként pedig Déván felvettünk egy kapcsolatot egy ottani éneklő csoporttal, a Szivárvány Nyugdíjas Együttes vagy Egyesület népdalkörével, és egy nagyon-nagyon szép utat tudunk magunkével. Hát annyit mondhatnék még róla, hogy voltak természetesen a tagokon kívül velünk családtagok is, mert hogy ez egy ilyen tábor, csapatépítés, közösségépítés is volt egyben. Nagyon jól éreztük magunkat, hogy sok olyan helyen voltunk, ahol eddig nem, és hát ahol lehetett, mindig igyekeztünk a magyarokkal találkozni, így Cserna keresztúron is találkoztunk bukovinai székelyekkel, egyébként Déván is bukovinai székelyek alapították a magyar lakosságot, még az 1800-as évek végén. Nagyon érdekes volt, hogy nem kellett elmennünk Bukovinába, és mégis olyan távolról érkező magyarokkal tudtunk találkozni. Ez volt talán a legérdekesebb, és egy nagyon-nagyon kedves csoport volt ez a dévai csoport, akikkel megismerkedtünk. Úgy gondolom, hogy az idei folklorfesztiválra már vendégül is tudjuk őket látni. Erre majd még visszatérünk. Itt akkor ezek szerint nem a koncertezés, nem a fellépés volt az elsődleges, de biztos azért énekeltek. Igen, hát ez a kapcsolatfelvétel ez úgy alakult, hogy elmentünk az ő magyar házukba, van egy olyan, amit visszakaptak, hála Istennek, 30 éves húzavona után, úgyhogy most ők ott tudják tartani az egyesületi, illetve a népdalköri próbáikat, és ott van egy ilyen kis gyűjteményük is, úgyhogy azt mi megnéztük, illetve hát ott énekeltünk nekik, és ők is nekünk, meg elmondták nekünk
Déva váráról, ugye Kőműves Kelemen legendáját, úgyhogy nagyon-nagyon tartalmas és szép este volt. Nagy szeretettel fogadtak bennünket, nagyon jól éreztük magunkat, és biztos vagyok benne, hogy ha tudnak, akkor el is jönnek tényleg, mert nagyon megígérték, és nagyon nehezen váltunk el tőlük sok-sok hosszú idő után is, úgyhogy biztos, hogy jönni fognak. Ilyenkor kottákat is hoznak magukkal esetleg, vagy kotta másolatokat, magyarán gyűjtenek népdalokat is, amikor visszatérnek? Hát igyekszünk, igen. Hát ezt most még első körben nem tudtuk rögtön megtenni, de csupa olyan dalt énekeltek, illetve hát nagyjából olyanokat énekeltek, amiket mi is hallottunk már, esetleg más szöveggel, kicsit más változatban. Volt egy-kettő, ami eltért, de nem az a tipikus moldvai jellegű zene egyébként, hanem, és egyébként tájszólással sem beszél, tehát meglepően, abszolút váratlan módon teljesen úgy beszélnek, ahogy mi. Úgyhogy, de ettől függetlenül természetesen a népdalokkal kapcsolatban szeretnénk majd velük a továbbiakban együtt dolgozni, illetve hát szóba került, hogy ugye azokról a településekről, ami névadónk Balapéter is gyűjtött annak idején. Említett már egy fesztivált, ami októberben lesz, addig azonban lesz-e még valamilyen programjuk itt Vecsésen, vagy bárhol máshol? Igen, hát az augusztus 20-ai város ünnepségen természetesen ismét tiszteletünket teszünk. Minden évben meghív bennünket a városvezetése ez alkalomból, úgyhogy arra készülünk, az biztos, hogy egy szatmári dalcsokrot fogunk énekelni, az már kiderült, még a Citer együttes nem teljesen biztos, hogy fel tud lépni, mert ott az egyetemistáknak gyakorlat, középiskolásoknak szintén, úgyhogy az egy kicsit nehezebb, de a népdalkör biztos, hogy tiszteletét teszi. Hát nyárra ennyi, tulajdonképpen most van egy hónap szünetünk, és utána pedig az októberi rendezvényre készülünk nagy erőkkel, mert hogy ez nemzetközi lesz, tehát várunk rá felvidéki magyarokat is, akiket szintén már többször is vendégül láttunk, mi is voltunk náluk két alkalommal, a Sobodokon, illetve Pogrányban, és ezen kívül pedig Erdélyből várunk még a Déván kívül esetleg más csoportokat is a testvértelepülésről, illetve meglátjuk, hogy honnan sikerül, attól függ, hogy nyerünk-e pályázati pénzt erre. Amikor külföldre mennek, gondolom mindig jobban összetoborzódik a csapat, de számítanak-e még esetleg új tagok jelentkezésére? Igen, természetesen, hát mert sajnos azért fluktuáció is van. Vannak olyanok, akik különböző okok, egészségügyi okok, kor és egyéb miatt, vagy sajnos elhalálozás miatt kimaradnak, úgyhogy most is már biztos, hogy megválunk három idősebb tagunktól. Az egyik éppen most töltötte be, amíg az úton voltunk a 80. életévét, úgyhogy ott meg is ünnepeltük, így családi körbe mondhatom. Úgyhogy természetesen várunk, igen, úgyhogy ha van olyan, aki szívesen énekelne velünk népdalokat, gondolok itt nyugdíjas pedagógusokra, vagy bárkire, aki tud énekelni, nagy szeretettel várjuk. Keddenként tartjuk itt a Bákban a próbáinkat, mindig hattól a nyári időszakban, most júliusban van egy hónap szünet, de augusztusban kezdjük újból. 20 éves jubileumi koncertjére készül a Haverok együttes. A zenekar 5 éve elhunyt frontembere, Adamek István helyére hosszas keresés után találtak új énekest. 2000-ben alakítottuk meg a Haverok együttest, annak a apropójából, hogy hát a régi vecsési zenekarnak a tagjai, a zenészek, mint haverok összeállnának és kis nosztalgiát játszanának. Hát ennek jövőre már 20 éve lesz, és hát az alapítottak közül most ilyen pillanatban már csak ketten vagyunk, sajnos Erdély Zolival ketten vagyunk, hát annak idén így alakult meg a Haverok együttes. Majd a második próba után, mikor szegény Bogár Gyuri gitározott velünk, hát kellett egy énekes, és akkor jött az Adamek Kicsi. Tehát voltak éppen a Kicsi, volt utána a frontember. És sajnos már 5 éve nincs ezek köztünk. Mondhatnánk azt, hogy 5 évig hát szünetelt is a zenekar, tehát voltak éppen nem szünt meg, de nem játszottunk. 2018-ban rendeztek egy halmi napokat, ott fellépett a Haverok együttes, de csak mint nosztalgia címszalat. Hát idén meg megint megkértek minket, és így idén 2019-ben is felléptünk, de teljesen más felállásban már. Milyen főbb szakaszok voltak a zenekar életében? Hát a nagyon nagy szakasz volt, hogy hát megjelent a kis lemezünk, elvileg 22 számmal, és azon volt a lemezen két darab olyan szám,
ami hát Vecsésről szólt. Vecséskertek hallja, meg itt, ahol élek, és ez a két szám, ez voltak éppen annak idején elhangzott a Vecsési rockoperában is, és hát nagyon sokan látták is, hál' Istennek, és sokan énekelték is itt közösen, itt a szabadtéri színpadon neki ezt a két számon. Tehát ez a legnagyobb valami dolog volt, hogy megjelent egy kis lemez, hát mondhatnám, kis lemez, mert hát nagyon nincsen forgalomban, csak ilyen házi üszonalban van forgalomban ez a lemez, és 22 számot tartalmaz. Érdekes a lemeznek, hogy a szövegét az Adamez Kicsi írta, és ha végig hallgatják ezt a lemezt, akkor Kicsinek az életéről szól. Mármint maga a mondani való. A zene az nyilvánvaló alakult a szöveghez, de amit annak idején a Kicsi átélt, az énekesünk átélt az életének folyamán, az az ő életéről szólt, tehát ő róla szólt maga a lemez. Ha fejezetekre osztanánk a Haveró zenekar eddigi történetét, akkor mennyire felelne meg az a valóságnak az a tagolás, hogy Adamek Istvánnal való időszak és az őt követő időszak? Én úgy gondolom, hogy három időszakra lenne mondani az egész dolgot. Érdekes a történet, mert annak idején, amikor megalakult a zenekar, akkor ilyen Shadows dalonokat játszottunk, tehát Bogár Gyuri volt, aki Shadows számokat játszott, és azért kerestük meg a Kicsit. Tehát ez az első időszak, amikor csak gitárzenéről szólt a történet. Majd jött a Kicsinek a korszak, amikor teljes mértékben a Haverokról szólt. Ott meg kell említeni, hogy azért a zenekarban többen besegítettek, tehát basszusgitárban Oszi Hajdoszkár, amikor billentyűnél Hubes Gyuri nem érte, akkor a Metzger Peti jött el, amikor a Zoli nem érte, akkor mondom, akkor az Oszi jött el játszani, volt, amikor a Dínak a basszusgitárosa besegített játszani, volt, amikor a Havraknak a basszusgitárosa besegített a Dínónak a koncertjével, tehát mondhatnám, hogy az egész zenekar ilyen családiasan épült föl, és hát most lenne a harmadik korszaka, amikor egy megújult Haverok együttes fog majd színpadra lépni jövő. Visszatérve az előző kérdéshez még, nagyon fontos, hogy közben, amikor megszűnt a Haverok együttesből a frontemper elhalázott, tehát meghalt Kicsi, megállt a zenekari élet, és hát úgy gondoltunk, hogy folytatnánk azért a zenét, és akkor jött a Shadows Band, tehát a Haverok együttesnek a zenekarámban lévő zenészekkel alakítottuk meg ezt a gitárzenét, amit folytattunk. Tehát majdnem visszamentünk a gyökerekhez, mert hát a Shadows dalomokkal kezdtünk, és majdnem azzal fejeztük be ezt az korszakot. De... Illetve a Shadowshoz ugye nem kerülnek el, hiszen instrumentális zene. Így van, pontosan, így van, így van. És utána jött ez a dolog, hogy hát akkor a Shadows Band az külön vált, és újból megalakult az ős Haverok együttes, és ebbe nagy segítséget újból megalakult az ős Haverok együttes, és akkor jött egy énekes, aki tudja ezt a vonalat továbbvinni. Mi alapján választanak, vagy választottak új énekest ilyenkor? Mennyire törekszenek arra, hogy hasonlítson, vagy nagyon is térjen el az előző frontembertől? Érdekes. Most egy-két ismerősömmel beszélgettem, és kim voltak az utolsó koncerten, és amikor meghallották az énekesnek a hangját, azt hitték, hogy a kocsi énekel. Tehát kicsit megható volt. Az énekes ismerte az Adamek Istvánt, kis több koncertünkön részt vett már az énekes, és próbálta, hát nem az ő stílusát felvenni, de hasonló ének stílust felvenni, tehát hogy nem maradjanak el azok a Haverok számok a megszokottaktól. Tehát ő próbálja, most nem azt mondom, hogy utánozni, nyilvánvalóan minden embernek van egy külön stílusa, milyen stílusban játszol azokat a zenéket, de próbálja utánozni magát az Adameknek az ének stílusát.
új tagokkal bővült az együttes az elmúlt idők folyamán? Hát időközben a Nyolász Laci, a eredeti dobosunk, szintén szögrakasztotta a dobverőket családi okok miatt, és hát ugye akkor úgy nézett ki, hogy nagyjából vége is a zenekarnak, de hát aztán a Willivel, meg a Hubes Gyurival, a billentyűssel tovább agyaltunk, hogy nem kellene azért ezt abba hagyni, végül is van egy most már 25 számból álló saját repertoárunk, illetve hát a Örökzöldeknek a feldolgozása, ugye hát a zenekarnak az alap szisztémája egy dallamos rockzene, kemény alapokon azért dallamos hangzás, és aztán gondolkoztunk, hogy mégiscsak tovább kéne vinni ezt a dolgot. Az ismerősök közt is elég sokan szóltak, mondták, hogy szeretnék újra hallani a zenekart, hogy hogyan tovább, hogy mikor lehet minket újra majd hallani. És akkor úgy döntöttünk, hogy hát megpróbálunk még egyszer úgymond felállni. És akkor egy régi ismerősön keresztül találtuk meg a mostani dobosunkat, a Herom Atyi személyében. Hát ő már egy fiatalabb korosztály, ő ilyen 35-40 év közötti korosztály, viszont nagyon ügyes, nagyon tetszett neki a havaroknak a zenéje, nagyon hamar bele is tanult, elvitte a CD-t, megtanulta a számokat, úgyhogy 2-3 próba után már úgymond egész jól újra összeállt ez a dolog, viszont énekesünk még mindig nem volt. És ugye hát ezt 2 éven keresztül próbálkoztunk, volt egy-két jelentkező, de aztán miért nem, de úgy látszik, ennek így kellett lenni, míg nem az idén, januárban találtuk meg a jelenlegi énekesünket a Tóth Olivér személyében. Hát ő szintén a fiatalabb korosztályban van, ő is a 30-40 év közötti korosztály. Mit lehet tudni az ő előéletéről? Hát az Olivér is egy nagyon komoly hanggal rendelkező emberke. Komoly zenei produkcióban is évek óta már tevékenykedik, tehát operákban is, ilyen kamara zenében is énekelget. Volt neki egy rockzenekara is, de állítólag ők már nem üzemelnek, és ő is hallott minket egy ilyen kerti partin játszani, onnan van az ismeretség. Aztán ezen az ismerősömön keresztül én megkerestem őt, hogy nem volna kedve esetleg eljönni egy-két próbára, megnézzük, hogy mit tudnánk együtt csinálni. Eljött, januárban megtetszett neki nagyon a dolog, mi is úgy láttuk, hogy egész ügyes, úgyhogy elkezdtünk próbálni, hát aztán ilyen különböző betegségek miatt egy jó pár próba elmaradt, de végül is egy olyan 4-5 komolyabb próbát össze tudtunk rakni, és újra összeállt úgymond ez a 25 haverok nóta, illetve egy-két külföldi feldolgozás, amit a 2 hete a Halmi téren ugye lévő koncerten elő is adtunk. A visszajelzések nagyon jók voltak, mindenki azt mondta, hogy szerintünk ez az énekes, ez ennek itt van a helye a zenekarban. Amikor egy-egy új tag és esetleg fiatalabb tag érkezik az együtteshez, akkor ez mennyire hat inspirálóan, vagy vérpesdítésszerűen az öreg-régi rókákra idézőjelben? Hát tulajdonképpen a fiatalabb korosztály mindig azt mondják, hogy nagyobb tűzzel rendelkezik. Aztán ők igazából, mivel jó zenészek és jó énekes az Oliver, meg a Matyi is nagyon jó dobol, feldobták a zenekart. Tehát igazából egy picit úgymond már, ahogy mi így helybe jártunk már 2 éve, feldobódott az egész. Újra úgymond inspirálólag hatott ez a dolog, és hát úgy néz ki, hogy újabb saját számok is fognak születni, sőt már 2 szám azóta meg is született, amit már együtt gyakoroltunk. A továbbiakban is szeretnénk folytatni a zenélgetést itt a környékben, klubokban, fesztiválokon, ahova sikerül majd. Hát azért még kell egy 8-10 próba, hogy teljesen összeálljon úgy a zenekar, ahogy régen üzemelt, de jó úton haladunk szerintem. Itt, ahol élek, ahova lépek, szomszédokra nézek, ez az a hely, ez az a város, népén elhatáros. Itt, ahol élek, ahova lépek, szomszédokra nézek, ez az a hely, ez az a város, népén elhatáros. We'll be right back.
tudom, hogy egy újabb nagy volumenű koncertre készülnek. Mikor lesz? Jövőre lesz 20 éves a zenekar, tehát nyilvánvalóan hát azért minden zenekar életében azért a 10 év, 20 év, 25 év, 50 év nagyon nagy számot jelent. Hát mi is készülünk egy meglepetésre. Nyilvánvaló, nem árulok be titkot, hogy ezen a koncerten az Adamek is fog énekelni. Igaz, hogy videófelvételen keresztül, de dolgozunk rajta. Meg lesznek hívva azok a zenészek, akik az elmúlt 20 évben kisegítették a zenekart, meg hát voltak olyan zenészek, akik hosszú ideig játszottak a zenekarban. Ez nyáron szeretnénk, vagy ősz folyamán szeretnénk. Nyilván van a szabadtéri színpadon van a meghatározó ennek a koncertek a lebonítása, hisz a kicsi itt nőtt fel annak ide a 70-es években, tehát ez volt a szülőhelye, mondhatnánk így. Nem csak kellemetlennek, de veszélyesek is a házi állataink számára a szúnyogok és a kullancsok, amelyek számos betegség forrásai lehetnek. A részletekről dr. Sahintó Tibor állatorvos tájékoztatja a gazdikat. Nagyon megszaporodott a külső parazitás fertőzések, illetve a szúnyogok által közvetített betegségek száma Magyarországon. Sajnos az éghajlat megváltozásával tapasztaljuk azt, hogy különböző speciális szúnyogfajok is megjelennek a hagyományosok mellett. Itt Vecsésen is ugye érezzük ennek az áldásos hatását. De ezek a szúnyogok például nagyon súlyos betegségek közvetítői. Azt gondolom, most már egyre több ember hall a szívférgességről. Ez egy nagyon hosszú parazita, ami a szúnyogok által kerül a gazda szervezetbe, jelen esetben a kutyába, és ott mintegy fél éves fejlődési ciklus alatt nagyon csúnya, hosszú, masszív féregi alakul, ami a tüdőartériákba, illetve a szív körüli régiókba helyezkedik el, és súlyos halálra vezető folyamatot idéz elő. Mik a tünetei? Sajnos mind a fejlődés mellett mind a tünet bonyolult, és nem egyértelmű, tehát tulajdonképpen nagyon szertágozó tünetekben jelentkezhet a szívférgesség, mint megbetegedés tünet együttese. A fő régió mégis a keringés és a tüdő, tehát köhögés, köhécselés, súlyvesztés áll a kórkép előterében, de sajnos ez nagyon lassan alakul ki, évekre vezethető vissza, és itt megint az a probléma, hogy nagyon veszélyes és nagyon drága a gyógykezelés maga, és nem is mindig vezet eredményre, éppen ezért inkább a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni. A tulajdonosok számára elég nehéz megérteni ennek a betegségnek a kialakulását, illetve a fejlődés, mert itt nem is akarom részletezni. Itt tulajdonképpen arra kell törekedni, hogy a kutya ne érintkezhessen ugye ezekkel a szúnyogokkal, ami elég nehéz. Éppen ezért szerencsére a megelőzés mind tablettás, mind csöpögtető formában rendelkezésre áll, és biztosítja azt a kutya számára, hogy 100%-osan védett legyen. Előtte viszont sajnos meg kell vizsgálnunk a kutyát, hogy mentese ettől a féregfertőzéstől, szívféregfertőzéstől, hiszen olyan jó gyógyszerek állnak rendelkezésre, amelyek azon nyomban elpusztítják ezeket az élősködőket, de sajnos ezek az erekben lakoznak, erekben találhatók, és így sajnos a szívféreg tömeges elpusztulásával a kutya hirtelen halálához is vezethet, ezért életveszély ezt úgy beadni, hogy előtte a kutyát ne vizsgáljuk meg, ne vizsgáltassuk meg erre a betegségre. Ez egy nagyon egyszerű vizsgálati módszer, ezt az állatorvosok tudják, hogy hogy kell csinálni, és csak utána kezdjük el a védekezést. Mint mondom, a védekezés, a prevenció a legfontosabb, és az 100%-os, az nagyon hatékony. Emberre veszélyes? Emberre szerencsére nem veszélyes, de ahogy a médiában lehet hallani,
az irgatlan nagy mennyiségű szúnyog megjelenésével olyan humán megbetegedések is megjelentek, amelyek eddig nem voltak jellemzőek, így gyakorlatilag az emberek szúnyog elleni védekezéséről is gondot kell fordítani, de ez a megbetegedés szerencsére nem jelentkezik emberben. A kullancsokról már egy kicsit többet tudunk, és főleg azok, akiknek van valamilyen házi állatuk, már érzékelik-e azt, hogy van-e kullancs szezon vagy sem? A minap hoztak be egy kutyát, aki véletlenül elszabadult otthonról, és 180 darab kullancsot szedtünk le, majd meg is mutatjuk az eredményét, mert összegyűjtöttük. El lehet képzelni, hogy ugye ez a nagyszámú kullancs támadás fokozza a megbetegedés lehetőségét is, hiszen ezek a kullancsok szintén ennek az egysejtű vérparazitának a megbetegedését jelenthetik, illetve hordozzák. Itt is a prevenció a lényeg, hogy valamilyen olyan külső vagy belsőleg használható gyógyszert használjunk, ami megakadályozza azt, hogy kialakulhasson ez a csúnya megbetegedés, amit már évek óta ismerünk. Egy picikével könnyebb dolgunk van, hiszen ennek a fejlődés menetét, illetve a gyógykezelését is jól ismerjük, és jobban kezelhető, mint az előbb említett szívférgesség. A kutyák preventív kezelése tehát a legfontosabb számunkra. Nyáron hányszor kell védekezni a kullancsok szúnyogok ellen? Elég egyszer, vagy pedig ez egy ilyen ismétlő kezelés? A szakirodalom azt mondja, hogy a folyamatos kezelésre helyezzük a hangsúlyt. Szívférgesség esetén ugye télen kevesebbet találkozunk szúnyog támadással, de nem kizárt. Így sajnos azt kell mondanunk, hogy a folyamatos prevencia minden hónapban alkalmazott gyógyszer adása vagy csöpögtetése rendkívül fontos. Kullancsok esetében már vannak olyan gyógyszerek, amelyek kicsit hosszabb hatással is bírnak, sőt, ha ezt a teljes körű preventív vérvizsgálatot megcsinálják, vannak olyan szerek is, amelyek egyben tartalmazzák mindegyik betegség elleni védettség gyógyszerét, tehát egy tabletta adásával megoldhatjuk egy hónapra kedvencünk védettségét. Itt a következetes és állandó kezelés a fontos. Vecsésen kezdett, és most Portugáliába a Benfica csapatához készül a 17 éves Molnár Rajmund. A tehetséges fiatal labdarúgóval a sportpályán találkoztunk. Molnár Rajmund vagyok, 17 éves, innen indult a pályafutásom, és azóta hosszú utat jártam be. Hány éves voltál, amikor először lejöttél ide a vecsési sportpályára? 5 évesen indultam, az óvodába figyeltek fel rám, hogy jól bánok a labdával, és Palotai Pál is Kisgyörgy mondta, hogy le kéne jönnöm egy pár edzésre, és megnézni, hogy mit tudok. Nagyon sok kisgyerek szeret focizni. Mi az, amit benned megláttak? Én azt gondolom, az a agresszivitást és a labdával való bánást látták meg bennem. Ez az agresszivitás, ez mit jelent? Hát a védők nyomást helyezek a védőkre, támadom őket, és gólra tőlően játszok. Tehát akkor 5 évesen idejöttél, ügyesnek bizonyultál. Hogyan alakult tovább az életed, hiszen még most is csak 17 éves leszel? Onnan úgy indult, hogy igazából a Honvéd meglátta, hogy van bennem potenciál, és leigazoltak. Ugye ott 3,5 évet töltöttem el. Én azt gondolom, nagyon jó 3,5 év volt, mert nagyon sokat fejlődtem minden téren, és onnan tudtam tovább lépni az MTK-ba. De most nem az MTK-ban vagy? Nem az MTK-ban vagyok. Most a Honvéd labdarúgója voltam. Mára a Benfica leigazolt, szóval nyártól ott kezdem kint a felkészülést. Irány Lisszabon? Egyedül? Egyedül. Szüleid mit szólnak hozzá? Mondjuk az egész pályafutásodhoz, mondjuk ahhoz, hogy óvodáskorban elkezdjél sportolni, és utána egy ilyen utat járjál be, nyilván jelentős szülői támogatásra is szükséged volt. Igen, az egész család támogatott, mind a nagyszüleim, család, mindenki. Voltak nehezebb részek, voltak könnyebb részek az életemben, amivel meg kellett birkózni, de én azt gondolom, hogy az egész családom örül annak, hogy nekem ez sikerült, és nyártól ott kezdek kint. De mielőtt még elmennénk verbálisan Benficába, hogyan lehet, illetve te hogyan jutottál el a Honvédból, illetve az MTK-ból Lisszabonba?
Hát ez nagyon sok mindentől múlik. Én azt gondolom, hogy főleg a válogatottban nagyon jó teljesítményt kell nyújtani, hogy felfigyeljenek rám. De ez mindenkire igaz szerintem. A csapatban is nagyon jó teljesítményt kell nyújtani folyamatosan. Megkeresett egy menedzser, én azt gondolom nagyon-nagyon segítség volt, és ő tudott nagyon abban segíteni, hogy kikerüljek, de azt gondolom, hogy a munka azért ez nagy részben hozzátesz ahhoz, hogy sikerüljenek ezek a dolgok. Hánynak voltál a válogatott tagja? U16-ban voltam először Olaszország ellen, és azóta oszlopos tagja vagyok az EB-ig és a VB-ig. A Benfica volt az első, amelyik felfigyelt rád, vagy volt már esetleg más olyan is, aki nézegetett téged, és külföldi csapat? Volt, igen. Az angol Fulham figyelt fel rám, és a Norwich nem tudtak úgy versenybe szállni a Benficával, mert nagyon jó potenciál voltam, és így sikerült a Benficához jutnom. Hogy lehet mindemellett szerénynek maradni, hiszen azt mondod, hogy ilyen nagy nevű csapatok versengtek érted? Én azt gondolom, a földön kell maradni, mert ha bármi nem úgy történik, akkor nem tudják rádragasztani azt, hogy el voltál szávongodva akkor. Te hogyan tudod magad a földön tartani? Tehát mennyit edzel, mennyire vagy alapos, vagy mikor érzed úgy, hogy néha azért hátradőlhetsz egy kicsit, ha hátradőlhetsz kicsit? Igazából ennek örülök, mert apukám nem engedi, hogy hátradőljek, ő ebben azért nagy részt megfog. De igen, csinálni kell, edzeni kell, folyamatosan dolgozni kell, és én azt gondolom, hogy nem lehet hátradőlni, mert mindig meg kell harcolni a helyedért. Mennyit edzel? Hát azért napi 2 órát szoktam edzeni. Ha nem is mindig a labdával, akkor már más csinálok, de nincs olyan, hogy unatkoznék. Azt mondtad, hogy már óvodáskorodban látták rajtad, hogy agresszív vagy jó értelemben, illetve jól érzed a labdát, de milyen poszton játszol? Center posztot töltöm be, azóta játszok a Honvédban, az MTK-ban is. Szoktam egy kicsit visszavontabb, ilyen 10-es poszton játszani, ez az ég mögötti, de inkább a csatárposzt az én szerepem. Igaz, hogy az előbb azt kértem, hogy maradj szerény, pontosabban arra kérdeztem rá, de mégis, hogyha egy világhírű sportolóhoz, focistához kéne, hogy téged hasonlítsunk, akkor a stílusodat kiéhez hasonlítják? Igazából az én stílusomat, mert egy kicsit ilyen lazább vagyok, Memphis Depayhoz szokták, Lyon játékosához szokták hasonlítani, elég laza az életben, a pályán is elég laza, de megmeri csinálni a dolgokat, szóval azt szokták rám ragasztani. Ennyi sport mellett milyen tanulmányokat tudtál folytatni? Csinálom, amit tudok, de nehéz nagyon, ugye nagyon sokat hiányzok, nehéz a suliban így bepotolni a dolgokat, de én azt gondolom, hogy azért ahhoz képest, amit hiányzok, az iskolából nem rossz a tanulmányi átlagom. Milyen iskolába jársz? Budapesthez jártam, Egressy Gábor kétanyelvű iskola, ott jártam, és úgy az a Honvédon belül ilyen akadémián jártam, és ott segítettek tanulni. Mindened a sport? Abszolút csak ebben tudod elképzelni az életedet, vagy pedig van esetleg valamilyen olyan szakma, amit B-verziónak azért majd kitanulsz valamikor? Az egyértelmű, hogy ez a sport az életem, de ha nem úgy sikerülne, akkor én azt gondolom, az edzői pályán szeretnék elhelyezkedni, szóval a továbbtanulás azért fontos. Térjünk vissza oda, hogy hamarosan kiköltözöl Lisszabonba. Ugyanakkor még csak 17 éves leszel. Hogyan készülsz erre a kiutazásra? Jártál-e már kint? Jártam kint, igen, két hétig voltam kint. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye a csapattársak elfogadjanak, az úgy sokkal könnyebb lesz, de még nem nagyon sikerült felfognom azt, hogy nyártól kint fogok lakni, és nehéz lesz. Egyelőre hogyan viszonyultak hozzá? Azt gondolom, nagyon jól viszonyultak hozzám, mert az első hét, amikor kint voltam, az még sokkal visszafogottabb volt, de amikor már másodjára voltam kint, akkor már szerintem úgy tekintettek rám, mint egy csapattársra. Tudsz valamennyit portugálul, vagy pedig más nyelven boldogulsz majd? A portugál az nem, de angolul azért azt megértettem magam, így tudok kommunikálni, a portugál az meg majd tanulom. Nyilván Magyarországon is vannak beavatási szertartások, ugye vagy bevallottan, vagy bevallatlanul. Portugáliában számítasz ilyesmire? Biztos lesz, mert nekem mesélték már, mik vannak. Lesz csapat egy téneklés, azért az nehezebb dolog, de van például, hogy csak felavatnak, és akkor egy játékkal, vagy bármivel, ami olyasmi, de az éneklés, az azt gondolom azért az húzós lesz. Milyen dallal készülsz? Hát azt mondom, még ott eldöntöm. Azért az nehezebb kiválasztani. Hát valami egyszerű magyar névdal, azt úgysem tudja kontrollálni. Így van, azt nem lehet, de majd megtanítom nekik. Mennyi időre szerződtél a Benficához? 3 év,
és úgy majd meglátjuk, hogy mi lesz a további. Te mit szeretnél? Én azt szeretném, hogy hosszabbítsunk, vagy onnan egy más csapatba kölcsönbe, vagy bármi, de én azt gondolom, hogy ott képzelem el a továbbit is. És hogyha hosszú távon nézed az életedet, akkor is abszolút portugál vonalra törekszel, vagy pedig szeretnéd minél több országban kipróbálni magad, vagy ez ilyen esetben nem biztos, hogy jó? Erről az a véleményem, hogy először inkább beszeretném mutatkozni mondjuk a Benfica felnőttbe, és onnan úgy sikerül, akkor úgy is lesznek olyan csapatok, akik mondjuk érdeklődnek irántam, akkor úgy is vagy eladnak, vagy váltok csapatot, szóval ezt én nem tudom előre megmondani. Viszont egyedül mész majd, és hamarosan költözöl. Hogyan készülsz fel erre a típusú önálló életre? Egy idegen országban, idegen csapatban, és az egyetlen, ami majd összeköt téged a többiekkel, az a foci. Igen, ez nehéz, mert ez még jó kérdés, ezt én sem tudom, hogy fogok felkészülni. Abból a szempontból könnyebb, hogy van kint egy magyar fiú, aki már kint futballozik, és ez elég könnyebb így nekem, hogy ő segít mindenbe, ezt már nem tudom, hogy fogok arra felkészülni. Mikor jössz haza, mikor láthatunk itt a sportpályán, ha más nem egy interjúra? Hát ez tényleg jó kérdés, mert három havonta, két havonta egyszer-kétszer hazajárhatok, ez majd hozza a sors. Reméljük, hogy minél többet halljuk majd a neved kitörő öröm közepette egy-egy magyar szakkommentátor szájából. Ezt én is nagyon remélem, köszönöm szépen. Köszönöm figyelmüket. Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának július 5-ei adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva, pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!